Az univerzum tömegének alig 5%-át alkotja az ismert, megfigyelhető anyag. A maradék 95%-ot a sötét anyag és a sötét energia tölti ki. Azért sötét, mert nem bocsát ki fényt, sem másféle sugárzást. És sötétnek nevezhetjük azért is, mert egyelőre sötétben tapogatózunk, miben létét illetően. Ez a sötét anyag gyakorlatilag egyenletesen szétterül az egész világegyetemben, tehát itt mellettünk is itt lehet nagyon sok sötét anyag, amit nem is látunk, nem érzékelünk abszolút. A sötét anyag kimutatására már számos detektort építettek, most mégis a Debreceni Atommag Kutatóintézet munkatársai tettek hatalmas lépést a megismeréséhez. Nagyon sokan keresik szerte a világon, nagy részecske fizikai laborokban. Magfizikai módszerekkel eddig senki se próbálkozott. Krasznahorkai Attilának és csapatának a publikációja január végén jelent meg a rangos Physical Review Letters folyóiratban. Egy lehetséges új elemi részecske a sötét foton megfigyeléséről számoltak be. Ez a sötét foton a sötét anyag részecskéi között közvetíti a kölcsönhatást. Szerencsére ez a sötét foton kölcsönhatásban áll, de a látható világunkkal is. Ezért van esélyünk arra, hogy kísérletileg kimutassuk. A felfedezés azért is számít szenzációnak, mert nem egy nagy nemzetközi részecske fizikai együttműködés keretében, hanem egy hazai magfizikai laboratóriumban, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Atommag Kutatóintézetében, ismertebb nevén az Atomkiban történt. A sötét anyagra vonatkozó elméletek szerint az atommagok képesek kibocsájtani sötét fotont, bár nagyon kis valószínűséggel. Atommag átmeneteket vizsgáltunk, itt próbáltuk ezt kimutatni. Egy jellegzetes tulajdonsága ennek a sötét fotonnak, hogy elektron-pozitron párra bomlik. És ezen elektron-pozitron pár energiájának, szögének, tulajdonságainak vizsgálatával következtethetünk magára a sötét fotonra. A magállapotok gerjesztésére az atomki Van de Graaff és ciklotron típusú részecske gyorsítóit használták. A kísérletben a lítium céltárgyon történő protonbefogással a berillium 8-as izotópjának magasan fekvő energiaszintjeit gerjesztették. A kísérletek az új tandetron típusú részecske gyorsítóval folytatódnak.